Sziasztok srácok, köszöntelek titeket ebben a mai videóban, én Kristóf vagyok. A mai videóban a Melon Playground 16. részével lennék itt. Igen, most már ez egy szabó Melon Playground lesz, mindenütt. Úgyhogy ez most egy ilyen kis videócska lesz, vágjunk bele. Azt mondom, hogy ugye a gyerekekre, meg hát, hogy ezért már most nekem már lassan menni kell munkába. Jó, drágám, ügyelek rájuk. Na a gyerekek, majd majd mindjárt érkezek, mert megyek munkába. Szia, pum. Mit lehet? Most gyerekeim, kisétálok az autóhoz, mert már indulnom kellene. Jó, van, indulj. Fú, mert különben elkéssel. Jó, elkések akkor is, akkor majd nem lesz vidámerőbb. Nos, apu, jó legyél a munkába. Hoppá, véletlenül megdobott az autó egy kicsit. Ja, apu, meg az autóba tankoljál. Ja, igazad van. Hát már ebbe alig van üzemanyag ebbe az autóba, és én meg nem terveztem már azt, hogy kifogjon belőle, mert akkor tolhatjuk. Jó. Oké. Nos. Megyek és lányok, én elmentem dolgozni. Oké. Oké, tehát a fúj jó utat. És igen, ekközben a két gyerek volt a szobában. Ugye telefonozott a két ember, a bátyja és a fiú nagyon, és ők beszélgettek. Igen, ki volt kamerázva a ház, hogyha valami történik, akkor kamerafelvétel legyen a vége. Az apuka meg úton volt a munkában. Nos, félim, elugrok én a boltba, mindjárt jövök. Oké, anyu, te is jól legyél. Oké. Igen, kell indult. Igen, itt a két fiú beszélgetett, úgy döntöttek, hogy lemennek inkább, és ott beszélgetnek. Zavarják a nővérüket, mert lehet, hogy valami fontos a dolga. Ezért megfogták, lementek a konyhába, és ott beszélgettek. Hé, bátya, erre hívjuk át a haverunkat egy kicsit. Jó. Oké. Okay. Igen, eközben megtörtént a gond. Eközben betört egy gyilkos, és azt mondta, hogy ide most azonnal. Ő nemet válaszolt, aztán mit csinált a gyilkos? Megfogta, azt mondja, álljon fel, és aztán meg azt mondja, készüljön a rosszra. A gyilkos a kést felé tartotta, de hál' Isten. A nő megijedt, elájulni akar, leesett az ágyra, és a gyilkos fején szúrta. A gyilkos fején szúrta, és szúrogatta állandóan. A gyilkos szúrogatta, és a párnát is lelökte az ágyra. A gyilkos folyamatosan csak szúrogatta, és szúrogatta. És igen, aztán meg rájöttek, hogy egy gyilkos volt a házba, és majdnem rájuk akarták hajtani, mert annyira megijedtek. Úristen, egy gyilkos van a házunkba. Bakker, meg is volt a lánytesunkat. Innentől fogva neked véged.
Igen. A lány a helyszínen elvérzett. A lánynak konkrétan esélye se volt a túlélésre, mivel a gyilkos fején szúrta. Eközben később megtörtént a gond, ami a végén gyerekkínzás lett a vége. Később azért az anyuka is meglátta, hogy a lánya el van vérezve a szobába. Hé, fiam, te szúrtad le? Nem, nem jó, nem érek el. Állj, ez nem az én dolgom. Most kapsz tőlem. Igen. A fiút ledöntött az anyja, és súlyosan gyerekkínzásra ítélte. Állandóan veregette az anyja, és állandóan veregette, és nagyon félt a gyerek, hogy most mi lesz a vége. És közben a bátyú folyamatosan kiabálta az anyjának. Anyu, hagyd abba! A fiú nem tehet semmire, hagyd abba! Nem. Na, nyugodjon le alá. Ezt nem hiszem el. Hát ezt most meg kellett tennem. Anya, telefonálnom kell. Jó van, telefonálj. Dugja a fürdőt. Haló. Apu, gyere gyorsan, sürgőssel haza. Valami szokatlan kell, látod, egy gyerekkínzás. A kisgyerek. Kisgyereket az anya megkínozza azért, mert hogy egy gos betört és fejen szúrta. Megnézheted a kamera felvételt. A bátya idegében megfogta, és széttörte a széket. És az anyját figyelmeztette arra, hogy hagyja abba a gyerek kínzást. Az anya azonban nem állt le. Azt mondja, álljál le! Azt mondja, nem, a gyerek tette. Már imánkodott a bátya, hogy mikor érkezik az anyja. Hogy az anya abba fogja hagyni, és az apja időben hazaér. És igen, hazaért még időben az. Eközben az apuka haza is ért. Bátyám. A zsarukat, de azonnal hívjuk. Ez gyerekkínzás, amit csinál. De álljál le, most mondom. Nem állok le, a gyerek volt. Nem a gyerek volt. Nem a gyerek volt. Nem a gyerek volt. Egy betört hozzánk, és megfogta a késünket, és a lány megszúrta vele. Újjújjújjújjúj. Bár. Szépen, ha nem hagyod abba, akkor ívom a rendőröket. Nem érek el, az a kurva gyerek volt. Nem fogja bajni, hívd azonnal. Hívom. Én nem fogok türelmetlenkedni. Halló, rendőrség? Igen, tessék, itt a rendőrség. Miben segíthetünk? Gyorsan jöjjenek a házamba, egy az anyukám gyerek. Gyereket le akarjuk kínozni, mivel hogy egyszer egy betörő tört be hozzánk, és a bátyám elmondta, hogy fejen szúrta a lányomat, és a gyereket kínozza miatt az anya, és a kamera is felvette. Oké, azonnal indulunk a helyszínre. És ha nem fogja bajni, akkor le is tartóztassuk. Oké. Igen, jött a rendőrség közbe.
Jaj. Na akkor a rendőr kiszállt ugye az autóból. Igen, a rendőrség kiszállt az autóból, és azt mondja... Hagyja abba most azonnal, hagyja békén a gyereket! Ja, nem hagyom abba, te buzirák. Azt mondta rám, hogy rossz vagyok. Azt mondta, hagyja a gyereket. De ő gyilkolta ki a lányom, ne? Ne vádoljon. Fia és apja, bukjanak le azonnal. Szóljon a gyerekének, hogy ő is bukjon le. Igen, lebuktak. Azt mondja. Vagy menjenek fel a szobába. Ja, bukjanak le, ez lehet, hogy bemegyek, de lehet, hogy fájni fog magának hölgyem. Jó. Maga... Azt mondtad, hogy én rossz vagyok? Bátya, buk le, mert különben akkor... Igen, a rendőr eldobta a fegyvert is. Az anyám nem élhet velem. Azt mondja, de ne az autó elejét fogja, fiam. Bakker, leszakadt a karom. Hát akkor majd megnézheted, odaragadt. Mit csinált a fiú? A lesz... Majd megoperálták a kezét, és... Mit csinált? Erősen az anyja fejéhez vágta. Mit csinált? És még egyszer hozzávágta, és aztán lelábazta. Gigi, ügyes voltál, fiacskám, majd a kezedet visszarakom. Azért, ügyes voltál. Szeresen, rendőr úr, és köszönöm, de majd mit csináljunk? Majd valamit. Összehoztok majd ezt, akkor jó. Majd valamit megoldunk, fiacskám. Hát köszönöm, rendőr úr. Köszönjük, rendőr úr. Amit képzel az anya, hogy felveri a gyereket. Hát gyerekínzás, nem? Hát hogy ne? A gyerek keze meg ráragadt a motorháztetőre. Ja, mert megpróbálta, de véletlenül a motorháztetőt fogta be, és akkor befogta a motorháztető. Ja. Köszönöm szépen, így voltál a Melon Playground 16. részében. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornámra, és dobj egy lájkot, hogy értesülj a következő videókról. Én Kristóf voltam. Sziasztok!